Idén Szarvason rendezték meg a halászati tudományos tanácskozást, ami a hazai hallgazdálkodási ágazat egyik legjelentősebb fóruma. Az idei szimpózium fókuszában a hazai akvakultúra ágazat innovatív fejlesztési lehetőségeinek bemutatása állt. Ennek a kultúrának a megalapozásához kellene egy népegészségügyi szemlélet, hogy akarok egy egészséges népet, és mi kell ahhoz? Lehetőleg úgy, hogy ebbe benne legyen az is, amit szintén nagyon szeretnénk, egy kis lokálpatriotizmus, magyar halat fogyaszt például. Magyar halfogyasztás jó része nem magyar hal. Másfél kiló magyar halat eszünk meg, és 5 kiló tengeri halat. Az még mindig jobb, mintha helyette más tennénk, más húsfélét, de gondolkodjunk már rajta, hogy a legbiztonságosabb élelmiszer a hazai, mert nyomon tudom követni. Révai Ferenc a MAHAL szóvivője, az Aranypont ZRT elnök vezérigazgatója bizonyosabban, hogy népegészségügyi szempontból is fontos az ágazat, ezért fontos a versenyképesség megerősítése, a közösségi marketing fontossága, illetve az árértékarányos fogyasztás növelése. Ha végig gondolnák egy népegészségügyi programot, amiben épp úgy benne lenne, és most nem csak magamról beszélek, a magyar zöldség, gyümölcs, háromszor inkább azt vett le a póckot, hogy gyerekem, lehet, hogy drágább egy kicsivel, de három haszna van legalább. Nem csak az, hogy a magyar földbe termet és jó minőségű, hanem az is, hogy a magyar gazdát támogatod vele, meg az is, hogy elő se fordulhat mondjuk Svájcba, hogy levegyeik a lengyel vajat a póckot, pedig 20%-kal olcsóbb addig, amíg egy darab svájci talál. Ez saját példám volt, mert ott voltam Svájcba. Tehát át kéne egy kicsit alakítani a szemléletünket, amit már elkezdtünk a környezetvédelem kapcsán, sokkal több energiát kéne erre fektetni. A Révai Ferenccel készült teljes beszélgetést július 19-én pénteken az Agrárinfo magazinban tekinthetik meg az érdeklődők.